A grafikon a megyénkben lévő eladó ingatlanok iránti keresetet és kínálatot mutatja az elmúlt hetek adatai alapján. Megfigyelhető a diagramon, hogy a korlátozó intézkedések bejelentése először megtorpanást, majd esést okozott a piacon, de a negatív körbe csak pár napig tudott hatást gyakorolni. Az ingatlan hirdetések látogatottsága a korábbihoz képest megszokott szintre került. A pandémia megváltoztatta a családok igényeit, az otthonoknak több funkciót kell egyszerre betölteni szinte az ország teljes területét most az, az otthon otthonok újragondolása jellemzi, hiszen a, az otthon töltött idő, a távmunka, home office, a gyerekeknek, a digitális oktatásnak a hazaköltözése, ez gyakorlatilag már kimutatható hatással van arra vonatkozóan, hogy mekkora ingatlan jelenti az ideális otthon méretét, tehát Amerikai kutatások ezt számszerűsítették is. A, a, a home office és a, a digitális oktatás miatt átlagosan például Amerikában 0,3-0,4 szobával nagyobb ingatlanokra van szükség, és ez egyébként a magyar lakáspiacon is érezteti a hatását. Nagyon sokan lakások helyett inkább kettes házba költöznének. Látszik, hogy ez, ez már az ingatlan keresésekben is egy nagyon-nagyon erős mozgatórugót jelent. Szabolcs szatmár bereg megyében óriási különbség van az ingatlan árak között. Az ábra a megyei ingatlanok négyzetméter árait mutatja. Nyíregyházán például majdnem 350 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért átlagosan, míg Ibrányban vagy Fehérgyarmaton ez az átlagos négyzetméter ár már 140 ezer forint, vagy annál alacsonyabb összeg. Az árak kialakulásában több tényező játszik szerepet. A megyeszékhelyek minden, minden régióban kiemelt figyelmet, figyelem övezi ezeket, az, ami az ingatlan árakon is meg, is megmutatkozik, illetve azt se felejtsük el, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye viszonylag közel van a határhoz, ezért a határ túloldaláról is nagyon sokan és előszeretettel vásárolnak a megyében ingatlanokat. Ez egyébként Magyarország teljes egészére elmondható. Ingatlanpiaci szakértő előrejelzése szerint a járvány miatti bizonytalanság lecsengése után komolyabb élénkülésre lehet a továbbiakban is számítani. Az országos és megyei lakáspiacon egyaránt. szabolcs szatmár Bereg megyében jelenleg 2900 lakó ingatlanvár vevőre március közepén.